El is kezdtek így vlogolni, azt hiszem, hogy a betegség közepette. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy még jelenleg, vagy nem merem azt mondani, hogy én nem vagyok rosszul, meg ki tudja milyen utána, mindegy. Még jelenleg nem vagyok annyira rosszul, talán azt kell, hogy mondjam. Tehát ez a 2,5. napom. Úgyhogy mi van? Tehát ugye csináltam nektek szombaton azt a videót, amikor már este éreztem, hogy szarul vagyok, és akkor pozitív lett a tesztem, meg is kaptam este a pozitív PCR-tesztemet szombaton, és vasárnap reggel már meg is kaptam a, mi a neve? Behörde? Bíróság? Itt a bíróság küldi e-mailben a papírokat, hogy ugye be vagy zárva. És vasárnap reggel azt már meg is kaptam, hogy meddig kell karanténban lennem, mikor tudom szabadra tesztelni magamat. Ugye itt úgy van, hogy ha nem vagy beoltva, akkor 10 nap a karantén, hogyha be vagy oltva, akkor csak 5, és 5 nap után elmehetsz tesztelni, és hogyha az értéked, ez a CT értéket 30-nál magasabb, akkor tök mindegy, hogy pozitív-e a teszted, vagy sem, kimehetsz, mehetsz dolgozni, stb. Stb. Úgyhogy ezt csinálta meg most tegnap a párom, viszont az ő értéke, mert nála már az 5 nap letelt, az ő értéke viszont túl alacsony még mindig, úgyhogy még 2 napot itt hon kell maradnia. Nem értem, mindegy. Ezek amúgy is olyan dolgok, amit így nem ért az ember, meg ez országra válogatja. Tehát a testvérem mondta, mert vele beszéltem tegnap többet, hogy Svájcban simán járnak az emberek pozitívan dolgozni, és szinte úgy kezelik ott ezt már, mint valami megfázást. Valószínű ez majd amúgy is így lesz, vagy meg kell ezt szoknunk, vagy nem tudom, hogy ez ilyen. Azért úgy vagyok vele, hogy akárhány ismerősömet kérdeztem, és kollégáim közül is sokan voltak már betegek, mert úgy vagyunk vele, hogy eddig nagyon szerencsések voltunk, és igazából szerintem a fogászatról senki nem hozta el a vírust, értitek? Tehát, hogy mivel mi nagyon figyelünk a higiéniára, maszkot hordunk egyfolytában, nem puszilkodunk, nem ölelgetjük egymást, senki nem úgy kapta el a Covidot nálunk, hogy tudtuk, hogy onnan. Nyilván lehet, de tehát, hogy mindenki vagy családtagtól kapta el, vagy a kolléganőim a gyerekeiktől kapták el az iskolából, tehát, hogy ezt így mind le lehetett követni, hogy igazából én nagyon biztonságban vagyok a munkahelyemen, és én is ugye a páromtól kaptam el, aki meg az ő munkahelyén kapta el, mihelyt elkezdett ugye a munkahelyre bejárni. És ő is le tudta aztán követni, hogy kitől kapta el. Úgyhogy, ja, mindegy, de tök mindegy. Csak arról akarok beszélni, hogy teljesen más sok mindenhol a szabályok. Én úgy gondolom, hogy itt Ausztriában is már eltörlik ezeket a beutazási szabályokat, mint hogyha úgy hallottam volna, ami tök jó szerintem. Attól függetlenül is én mindig, tehát hogy én vigyázok. És én, ahol tud, tehát én hordom a maszkot, akkor is a boltokban például, amikor Magyarországon vagyok, természetesen megyünk masszázsot, nem hordom a maszkot, de hogy boltokban igen, tehát erre én mondjuk még mindig figyelek. És amúgy a testvérem is azt mondta, hogy Svájcban nem kell maszk például, de hogy ő attól függetlenül hordja. De úgy vagyok vele, hogy tudtuk, hogy előbb vagy utóbb mindegyikünkön ez át fog menni. Csak nem mindegy ugye, hogy hogyan. És ha ez most így marad, ahogy én érzem magam, akkor boldog vagyok. Ugyanis amitől féltem, vagy még egy kicsit mindig félek, az a köhögés. Én nem szoktam köhögni. Nagyon ritkán, és jelenleg nálam ez úgy néz ki, és a kollégáimnál mind máshogy nézett ki. De volt a kollégáim, ők meg beleszakadtak a köhögésbe. Tehát, hogy annyira máshogy reagálnak ez az emberek a vírusra, szerintem, nem tudom. Volt, akinek iszonyatosan magas láza volt, volt, aki köhögött, mit tudom én, tehát, hogy durva. Nekem, ami volt, szerintem egy kis hőemelkedésem volt, meg amúgy is bevettem lázcsillap, vagy ilyen fájdalomcsillapítót, mert ami számomra a legrosszabb ebben az egészben a migrén. Tehát, hogy
Olyan fejfájásom van, gyerekek. Most már amúgy is csoda, hogy ki tudtam nyitni így az ablakot, és nincs minden besötétítve, mert hogy iszonyatosan fényérzékeny is voltam ugye a migréntől, itt ki akar durranni az agyam. És folyik az orrom. Tehát, hogy jelenleg még ennyi bajom van. És tudjátok, várom, hogy esetleg köhögök-e vagy valami. Ami rettenetes, az a fejfájás, mint mondtam, de ezt a párom is mondta, hogy az első három napban iszonyatosan fájt a feje, holott ő soha nem fejfájós. Tehát, hogy ez, és ennyi. Ízeket, illatokat érzek, ettől is nagyon féltem, hogy mi lesz. És mondom, hogy ha én egy ilyen orrfújással és bedugult orral meg tudom úszni, akkor nagyon hálás vagyok. Az egyetlen dolog az, hogy nagyon fáradékony vagyok, sokat fekszem, vagy nem is tudom, hogy mondjam, de azért járkálok eleget a lakásban, de érzem, hogy fáradtabb vagyok. Úgyhogy, ha ez az iszonyatosan nagy fejfájás mondjuk nem lenne, akkor sem mondanám azt, hogy ez csak egy enyhe megfázás, mert hogy ha belegondolok, hogy mondjuk 10 órát nem tudnék páciensek mellett állni, anélkül, hogy ne üljek le, vagy valamit, tehát hogy érzem, hogy fáradt vagyok, de hogyha ez így marad, akkor nagyon boldog vagyok. Ugye ma kellene mennem dolgozni, ugye ma van hétfő, és csütörtökön mehetek tesztelni, tehát hogy kitesztelni magam. Az én értékem szombaton nagyon jó volt, tehát hogy 24-es értékem volt, ami magas, mert ugye 30-tól lehet kiszabadulni. Nyilván ez az érték még ingadozhat, de hogy én nem vagyok annyira fertőző, mint a párom volt, mert neki tényleg nagyon alacsony volt az értéke, most tudom, 16. Tehát, hogy ő nagyon ragályos volt, én annyira nem vagyok ragályos, és hát remélem a legjobbakat, én remélem, hogy már csütörtökön, vagy hát csütörtökön megcsinálom a tesztet, és remélem, hogy kiszabadulhatok már pénteken tényleg. Az a helyzet, hogy tudjátok, így úgy vagyok vele, hogy jól van, pihengessél, tesóm is mondta, anya is mondta, pihenjél, pihent ki magad, mert nehogy valami megmaradjon ebből a betegségből, vagy épül fel jól, meg mit tudom én, de most érzem azt a késztetést, hogy úgy kimennék, gyerekek, olyan jó idő van, elmennék sétálni, vagy elmennék, tehát hogy nem az, hogy valamiféle sportot csinálni, mert az kurán nincs kedvem, meg erőm, de hogy egyet kimenni sétálni, vagy valami, és nem is tudom, hogy azok, akiknek nincs teraszuk, hogy csinálják, tehát hogy sokszor naponta kimegyek a teraszra friss levegőre, mert érzem, hogy az orromnak tök jót tesz, és hogy ha belegondolok abba, hogy valaki karanténban van egy lakásban, terasz erkély nélkül, ne adj Isten, még gyerekekkel együtt, akikkel már nem tudod, hogy mit kezdjél, tényleg nem tudsz bemenni a játszótérre, az szerintem borzasztó lehet, mindegy. Csak ezt akartam mondani, úgyhogy most jelenleg mind a ketten karanténban vagyunk, úgyhogy így a vásárlást majd meg kell valahogy oldanunk, de azt hiszem, hogy a párom két nap múlva szabadulhat, addig meg valahogy megoldjuk szerintem. Jó, csak ezt akartam mondani, meg egy-két csomagom fog jönni, azt lehet, hogy kibontom veletek, ilyen karanténos bontogatás, és igen. Ennyi, de mondom, remélem a legjobbakat. És most meg is jött itt a Zalandós csomagom, amiben 4 pár cipő van, azt hiszem, de el is felejtettem már, hogy melyik-melyik. Úgyhogy ezeket fogom most itt pizsamában megpróbálni az ágyból. És én az első, ami egy kócs. Hiszem, hogy ez valami eszpadrill, de a színe nagyon megtetszett. Igen. Mindjárt kibontom. Amúgy emlékezhettem volna, mert egyszer rendeltem kócscipőt, és nagyon nagy volt, és ez is nagyon nagy, gyerekek. De így csúszkál a lábam benne, és a 38-as méretről beszélünk, tehát semmiképpen nem, de amúgy csinos. Csinos lenne. De hát ez sajnos, nézzétek ott a sarkam. Iszonyatosan nagy. Hogyha a sarkam itt lenne normál esetben, azért van itt még hely, ugye? Amúgy most nézem, hogy a 38 és feleset rendeltem,
és elég lett volna 37-es is belőle. Valószínű azért rendeltem nagyobbat, mert azt mondták, vagy azt ajánlották. Nem emlékszem. Mindegy, most egyből spóroltunk 150 eurót. Aztán van itt egy ilyen Made in Italy, Bianca D a neve, és egész jó cipőket csinál, bőrcipőket, vagy ahogy néztem. Ezt mondjam, próbálom innen lefejteni. Ó, igen, már emlékszem. Ezt nézzétek. Ez a tipikus cipő, ami nagyon kényelmetlen szokott nekem lenni, lapos, hegyes orrú, és majd meglátjuk. Nem biztos, hogy amúgy az én lábamon, de nagyon királyul néz ki, viszont iszonyatosan kényelmetlen. Tehát, hogy a mérete jó, arra azt mondanám, hogy tökéletes, de nagyon lapos az eleje, tehát így az orra, és nyomja a lábujjamat. De amúgy cuki, nagyon szép színe van. És vastagítja a bokámat ezekkel a szarokkal, de amúgy az is nagyon cuki. Úgyhogy nem tudom, valakinek biztos jól áll a színe, ami nagyon-nagyon megfogott természetesen. Úgyhogy spóroltunk, és mennyit is mindjárt meg kell néznem. 100 eurót. És akkor ismét jön egy ilyen Bianca D-s dolog. Aha, itt már van hozzá dust bag, azért, mert ez drágább. De megláttam, és annyira megtetszett, gyerekek. Ez egy ilyen loafer. Tehát így néz ki. Nagyon-nagyon puha bőrből van. És van rajta egy ilyen arany kis bizbasz. Belül is nagyon puha. És íme ezek a felpimpelt Mozart cipők szerintem nagyon-nagyon olyasmi stílusú. Az a helyzet, hogy a méret szerintem király, mert így rácuppan a lábamra, és ugye ezeknél a cipőknél ez fontos, hogy rácuppanjon egyszerűen a lábadra, tehát hogy nem jár ki belőle, tökéletes a méret, viszont az egyik lábamnál, és nem tudom, tehát hogy nyilván ez bőrcipő és fog nyúlni, viszont ott, itt nyom, és szerintem és nem azt a rész nyomja, ahol kitörte a múltkori kis eszpadrillem, hanem egyszerűen a csontot nem tudom eldönteni. Tehát, hogy ennél a lábamnál tökéletes, és úgy gondolom, hogy ki is tudnám úgy jóra gyúrni, de hogy itt a másiknál, ennél, ott a középső ujjam közepét nagyon nyomja. Pedig jól néz ki. Ami nem tetszik benne, és valószínű ezért ez az az indok, amiért nem fog meg tartani, holott szerintem jól néz ki, hogy a szerelék íme. Halljátok? Műanyag. És ez kurvára nem tetszik benne, hogy ez ilyen műanyag. Pedig szép maga a cipő, de 130 euróért sajnos a műanyag szerelékkel nem tudok mit kezdeni. És én kritikus vagyok a cipőimmel szemben, és itt ezt akartam mutatni, itt nyomja a lábujjamat, tehát nem a varrás, hál' Isten, hanem itt. Hogyha megnézitek, nem tudom, hogy látjátok-e, vagy csak az én szememet üti ki. Most vannak egyenesen a cipők, és ez a szerelék, ez ferde. Nem tudom, hogy mennyire látjátok, vagy hát ez itt egyenes, és ez meg így erre megy. Nem annyira tudom megigazítani, de egy kicsit. Nyilván ez annyira így nem tűnik fel, de nekem feltűnik, és nem tudom. Lehet, hogy inkább valami egyszerűbb verziót kellene választanom. Minden esetre a márka nem rossz, meg a bőr is finom, puha, minden oké vele, de nem vagyok benne biztos. Mert nem tudom, most így pizsamanadrággal ugye nyilván fura. De amúgy kényelmes lenne az egyik lábamon. És most megint spóroltam 130 eurót. Nagy reményeim vannak. Mert szeretnék egy cipőt. Azért rendeltem. De már nem is tudom, hogy mi van itt ebben. Ah, tudom. Aranyszandált. Ezt nézzétek. Valószínűleg, hogy
előnytelen lesz a lábamon, de kurva jól néz ki. Na bocsánat, hogy ezt mondom. Úristen, olyan puha. Hát, remélem, hogy jó. Amúgy bőr, hál' Isten. Az ára, az mondjuk nem mondhatnám annyira borsosnak a többihez képest, 85 euró, de hát nem olcsó, de úgy gondolom, hogyha nagyon jól áll, akkor ezt mindenképpen megvenném. Szerintem ezt, minthogyha rámöntötték volna a gyerekek ezt a cipőt, kicsit szorosan tettem most, de úristen, nézzétek meg! Mindenhol tök jó szerintem. És van több fokozata, tehát, hogy most, hogy ott még ki lehet izélni. Íme így néz ki, és nyilván most csúszik a pizsamanadrág, de tök jól be lehet állítani magát a szandált a lábadra. Kettő csatja van, és van több fokozata, ott látjátok. A hossza tökéletes, és kényelmesnek tűnik. Nyilván be kell törni, meg bőrbe fog puhulni. Az egyetlen, ahol kitörheti a lábamat, szerintem az így ott, ja, így kéne mutatnom, az így itt mindig ki szokta törni a szandál a lábamat, de különben nagyon puha, és szerintem cuki. És mindenképpen akarok egy arany szandált, vagy eszpadrillt, de inkább szandált. Juhú! Jó. Én őt megtartom. Ez marad, gyerekek. Gondoljatok bele, hogyha szép barna vagyok, és esetleg még a körmöm is ki lenne lakkozva valamilyen színre, szerintem szuper. Úgyhogy őt megtartom, úgy döntöttem. És íme így néz ki hátulról. Tehát a sarkamat nem is tudja kitörni, mert ott nincs semmi. És ez a része itt nagyon kényelmesen rálapul a lábamra. Egyáltalán járás közben nem érzem, hogy ott oda nyomódik. És csak meg akartam mutatni azoknak, akik mondjuk dagadásra hajlamosak, vagy vastagabb a bokájuk, mert például van több olyan, meg kolléganőim is vannak, hogy ilyen vastagabb bokájuk van, és mindig mondják nekem, hogy olyan nehéz valami szandált találni, ami tényleg így kényelmes, és nem néz ki hülyén. Ennél, tehát, hogy ez a legutolsó fokozat, tehát nézzétek meg, tehát van hely benne bőven, én ide raktam erre azt hiszem, igen. Én a hármasba raktam, és még így is van hely benne, nyilván nyáron bedagadnék, van még lehetőség ezt így kilazítani, de nagyon szépen ül, és nekem nincsenek azért a legvékonyabb lábaim, azt ugye úgy is látjátok, de mint mondtam, szerintem csúcs szuper, és van lehetőség még kisebbre is venni, hogyha valakinek meg nagyon vékony nyilván a bokája, és itt is van lehetőség, és én ezt szupernek találom, mert nagyon jól rád lehet szabni az egész történetet. Jaj, nagyon oda vagyok érte, nézzétek meg, milyen gyönyörű. Ami különleges plusz pont az az, hogy párnázott, nagyon kis puha a talpa. És a 38-as méretben rendeltem meg. De egyszerűen ez tökéletes. Úgyhogy arany, szandál, cipő, nyárra kipipálva. És meg is jött az arra rendelésem, mint látjátok. Egy újabb pizsama szett. És egy arany színű papucs. Imádom. Egyszerűen imádom. Még így is, hogy ki van engedve. Természetesen így fel is lehet majd kötni, vagy be lehet tűrni. Gumis a dereka, és nagyon-nagyon kényelmes. De nekem így is nagyon tetszik. Szerintem szuper nyárra. Íme. És megígérem, többet nem veszek ilyet, de egyszerűen tökéletes. Imádni valóak ezek a színek. Nézzétek meg. A cipő, vagy a papucs, úgy voltam vele, hát lehet visszaküldöm, ha már úgyis most a szandál mellett döntöttem, de kifejezetten nagyon kényelmesnek tűnik, ez is amúgy bőr, és 30 euró egy bőr papucsért, és úgy gondolom, hogy nem rossz. Mondjuk én végigjártam tavaly is Velencét egy zarás papucsban, egy ilyen nem tudom hány, 22 eurósban, az mondjuk nem bőr volt, hanem ilyen anyag volt a tetején.
Nem tudom, szerintem lehet, hogy ezt is megtartom ilyen szaladgálósnak. Meg a kupit mögöttem. Azért ez egy vibe. Ez egy vibe. Nem is tudom, milyen táskát vennék hozzá. Fekete mini flepet a Chaneltől, azt hiszem, azt venném hozzá. Mind a kettő SS méret, mert jobbnak találom, hogyha ilyen levegős. Bár lehet, hogy a felsőből elég lett volna az XS-es is, de mindegy. Az SS-eket amúgy szerintem szebben lehet itt összekötni. Amúgy. És természetesen így is tudnám hordani összekötve. Szuper. Mondjuk sminkkel és barnasággal, és egészségesen jobban néznek ki. De nagyon-nagyon tetszik. Júj! De ez volt az utolsó. Most már tényleg nem szabad ilyeneket vennem, mert most már túl sok van belőle. Úgyhogy még talán így is megmutatom, hogy milyen. És íme a papucs, 38-as méret, a két ink pedig, vagy hát az ink és a nadrág pedig mind a kettő SS. És az arából van, nem tudom, hogy említettem-e, mert tök hülye vagyok. Nem is tudom, milyen nap van ma. Szerda? Azt hiszem, szerda van. Igen. Az a helyzet, hogy... kis update. Nem folyik már az orrom. Tehát lényegében már így nem is érzem, hogy meg lennék fázva, vagy valami. Viszont ami azért nem is jelentkeztem, mert nagyon-nagyon rossz fejfájásom volt, van, most már talán jobb. Ez a migrén, ez borzasztó, én megkaptam ezt a migrénes történetet, bár mondjuk a kolléganőim, akik pozitívak voltak, ők is mondták, hogy szétrobbant a fejük napokig a páromnak is, de hogy én nem gondoltam volna, hogy ez ennyire rossz, és hogy nem hat rá a fájdalomcsillapító, gyerekek, nagyon durva. És most azért ilyen szarok a fények, mert konkrétan így szinte teljesen be kell sötétítenem mindent, és alig tudok kimenni a teraszra is, mert ugye a szemeim is annyira fényérzékenyek. Tehát, hogy szerintem már ennyibe marad az egész, remélhetőleg. Örülök, hogy nem köhögtem egyszer sem és semmi, tehát, hogy pár napig folyt az orrom, de most már az sem. Tehát, hogy remélem most már kijön belőlem. Holnap csütörtök az 5. napom, ami azt jelenti, hogy megyek tesztre. Tehát, hogy a karantént megszakíthatom, elmehetek egy tesztre, és hogyha megjön az eredménye, valószínűleg pozitív lesz, de hogyha az értékem 30 fölé megy, amit remélek, mert szombaton volt 25, akkor kimehetek, dolgozhatok, és hétfőn már tervezek is dolgozni, menni, hogyha minden oké, fényérzékeny lettem, vagy vagyok, hogy egyszerűen még a teraszra sem tudok a szép napsütésben kimenni, mert akkor még jobban fáj a fejem. Tehát, hogy ez a legborzasztóbb benne nekem, és remélem, hogy nem marad így. De most is érzem, hogy beszélek, hogy egyszerűen egyfolytában szétrobban a fejem. Borzasztó. De mint mondtam, holnap elmegyek tesztelni, és remélem a legjobbakat, remélem már pénteken kiszabadulok, és hétfőn meg már mehetek dolgozni. Igen, remélhetőleg. Ennyit akartam mondani. Jött egy csomag, pontosabban az ajándékok, amiket megrendeltem a páromnak, azt lehet, hogy még együtt kibontjuk. Amúgy most csak annyit láttok, a mai videóban annyi lesz, hogy én a betegség miatt panaszkodom, és csomagot bontok valószínűleg, de azt majd mindjárt megnézzük együtt, hogy mit rendeltem neki, mert természetesen valamit magamnak is kellett rendelni, mert megláttam egy jó cipőt, és azt megrendeltem. Csomagolom ezt a csomagot. Ilyet neki, biztos? Ja, várjál, ez az enyém. Ja, ez az enyém, szerintem. Ez is az enyém. És ilyen, ezeket az ingeket néztük, vagy pontosabban már vettem neki hasonlót fehérben és sötétebb zöldben, úgyhogy ezek nyaralásra tökéletesek lesznek, ezek pamut és len keverék ingek, tehát
nem gyűrődnek annyira, mégis nagyon kellemesek. Nem tudom, hogy valakit érdekel-e igazából ez. Aztán vettem neki egy ilyen szép fekete nadrágot, ami leginkább ilyen, hogy is mondjam, ilyen öltöny-nadrág típusú, de kényelmesebb, és már megvettem belőle neki a krém színűt, krém, vagy ilyen kőszínű, szürkés-barnás nyárra, viszont az egy picit így túl hosszú a lábára, vagy nem hosszú, hanem pont jó, de úgy szeretné amúgy hordani, hogy kicsit rövidebb, tehát hogy a bokája kilóg belőle egy eszpadrillcipővel, vagy akár fehér sportcipővel, így egy szebbik verzióval, és ahhoz le fogjuk azt vágatni, ezt pedig térre vettem neki, mert ez tök jó lesz majd csizmával, és akár egy fekete zakóval is. Ez egy ilyen vászon nadrág, Slim French Pocket a neve. Igen, ő. És akkor van itt még két rövid nadrág, szintén len vászon nyárra, és azt hiszem, nem tudom, hogy nem, ezt csak próbálta, és nagyon tetszett neki, de aztán ott hagyta, úgyhogy megvettem most neki ebben a színben. Ez egy ilyen bézs, azt hiszem, igen, annak mondhatom, és megvettem neki fehérben is. Tehát ez tökéletes lesz a nyaralásra, tehát lemvászon inger, például ez a fehér, barna cipővel, barna övvel akár, vagy akár teljesen fehér inger is felveti, nem gondolom, hogy teljesen fehérbe öltözne, de tényleg ezek nagyon-nagyon-nagyon jó anyagú rövid nadrágok, és az áruk sem annyira rossz. Tehát, hogy nézzétek meg, nem átlátszó, de tök jó anyaga van, és egy ilyen inger szerintem szuper, meg van neki többféle. Az ára pedig 30 euró, és ez pedig mennyi? Ez pedig 33, igen. Úgyhogy tökre tetszett rajta az üzletben, amikor próbálgatta, meg is jegyeztem őket, remélem, hogy örülni fog neki. És most nézzük is az én cipőmet, meg hát ezek szerint rendeltem egy inget is, én is rendelt vagy leninget. Íme. Erre vártam. Nagyon béna lesz itt most, mert... Amúgy van egy Zara eszpadrill cipőm, tudjátok, az a Chanel stílus, aminek itt az eleje az fekete, viszont már annyira el van nyűve, még mindig hordom, de már annyira el van nyűve, nem lyukas meg semmi, csak hogy kinyúlt, és egyszerűen a lábamról így kilépek belőle lényegében. Úgyhogy íme, ezt most már mindjárt megpróbálom, mert ez az a típusú fazon, ami nekem úgy kényelmes lehet. Tehát majd meglátjuk, hogy mennyire lesz kényelmes. Igen, ezt majd mindjárt láthatjátok a lábamon. Tehát nagyon kényelemről ugye nem tudok nyilatkozni, most maradjatok velem, és ne haragudjatok, hogy ilyen gyökérül nézek ki, de otthoniba vagyok. Viszont feltűrtem most ilyen hülyén a nadrágot. Íme a cipő. És, mint mondtam, nagyon kényelemről nem tudok nyilatkozni, de nem vág sehol. Tehát, hogy kényelmesnek tűnik így belelépésre. Ha megyek benne, nem tűnik nagyon keménynek, nem érzem azt, hogy egyből törni a sarkamat. Természetesen ez változhat, de kényelmes. És nem tudom, hogyha látjátok itt nyilván, akkor van hely benne, tehát hogyha be is lenne dagadva a lábam, és elférek benne, nem vág sehol, nem bőr, tehát ez műbőr, és mi az ára, várjatok, 39,95, és szerintem én ezt megtartom, mert szerintem ez egy jó dolog. Ami még nekem fontos, az az, hogy itt elől, ott a lábujjamnál nem túl kicsi, vagy nem túl lapos, vagy hogy mondjam, tehát nem halok meg benne, és nyilván lehet, hogy máshogy kötném meg ezt a kis kötelet rajta, de tetszik, tökéletes lesz szerintem a nyári ruháimhoz. Aminek kimondottan tetszik benne, az a talpa, tehát az a helyzet, hogy sokszor az eszpadrill cipőknek, amit nem bánok azért, vagy nem, azt, nem mondom, hogy bánok, a talpuk is ez az eszpadrill háncs anyag, vagy nem tudom, hogy minek mondjam. És ennek nem, hanem ennek egy ilyen párnázott talpa van, ami nem tudom, hogy mennyire lesz így beleiszadós, de szerintem ezzel jól
jól el leszek majd, remélhetőleg, tehát, hogy így néz ki közelről. Igen, az eleje ez is kimondottan tetszik. Igen, és már tudom, hogy ezt miért rendeltem meg. Azért, mert nagyon tetszett, hogy lendvászon, és nagyon tetszett, hogy ilyen kicsit cropped, tehát, hogy nem ilyen óriási, nagyon hosszú az ing maga. És S-es méretet rendeltem, mert össze akarom itt előkötni, vagy általában úgy szoktam hordani. És tetszett, hogy nem az a nagyon hosszú, mert azok kicsit néha rajtam olyan előnytelenek. Úgyhogy ez nem, ez mindenképpen az enyém. Rájöttem most már íme. És ez is a lendvászon kollekcióból van. Úgyhogy igen, ezeket most elpakolom, vagy hát majd átadom. Nem fog a szülinapjáig várni, szerintem. Itt az ing felkötve, ahogy én elképzeltem, és tökéletes. És ez pedig egy rövid nadrág, amit egyszer próbáltam már talán veletek az arából, és aztán ott hagytam, mert hogy túl rövid, de aztán elgondolkodtam rajta, hogy úgy tetszett igazából. Én nem szeretem ugye annyira a lábaimat, még mondhatnám azt is, hogy csúnyák, meg lötyög, meg túl sok bőr van rajta, meg mit tudom én, cellulitis, de úgy voltam vele, hogy ez a rövid nadrág nekem nagyon tetszett, amúgy csak a nadrágot vettem meg, tehát hogy a felsőjét nem, és nem tudom, hogy megvegyem-e azt hozzá, még amíg lehet kapni, S-es méretben, és túl nagy nyilván itt derékban, de leszartam igazából, mert maga a nadrág szerintem nem áll rosszul. Nyilván ezt most, innen most tekintsetek el, hogy ez nagy, lehet, hogy elviszem varrónőhöz, lehet, hogy nem viszem el. És úgy voltam vele, hogy megveszem, mert ha megyünk nyaralni, most hiába nem olyan esztétikus a lábam, de kit érdekel, hogyha 40 fok van? Tehát, hogy ez még akkor mindig szerintem nem áll olyan hülyén, és nincs rövid nadrágom egyszerűen. És ez pedig az ing, amit most rendeltem, tökéletes szerintem így felkötve. Nem megy a nadrághoz, mert a nadrág az tört fehér, csak meg akartam mutatni, hogy hogy tervezem hordani. Gyönyörű, nagyon jó anyaga van, úgyhogy ehhez még fog beszerezni egy tört fehér inget szerintem, vagy a saját ingjét, még nem tudom, mert igazából tetszik. És ha meleg van, akkor meleg van. És nem szeretem a lábaimat, meg tudom, hogy nem a legszebbek, de legalább vannak gyerekek. Jó, úgyhogy ennyi lett volna. Ja nem, mert jött még egy amazonos rendelésem, amiről én azt hittem, hogy már elveszett, az első Amazon fashionös rendelésem, az első ruhám, amit Amazonról rendeltem, és nagyon meg vagyok lepődve, gyerekek, mert szerintem gyönyörű az a ruha, azt még mindenképpen meg fogom mutatni. Csak gyűrött az a helyzet, mert most szedtem ki a postaládából. Közben találtam egy jó alternatívát a ruhatáramból. Ez egy zarás, ilyen selyem hatású ing, és ez tök jól menne színben ehhez. És van egy kis fénye, nem tudom mennyire látjátok, ami meg tök jól megy ehhez a kis fényes részhez. Nem rossz, nyilván kurva melegben estére ajánlható. Ebbe biztos nem mennék kirándulni emberszínbe. Ez inkább ilyen esti történet, de hogy a színe passzol. Tehát, hogy ez mindig probléma, tudjátok, hogy most akkor megnézed az arába, hogy mi a fehér, meg mi a tört fehér, meg mi a, mit tudom én, krém. Tehát, hogy annyiféle árnyalatuk van sajnos, tehát, hogy ez ugye a hófehér, itt látjátok mellette, tehát, hogy ez nem fehér. És ezzel így hülyén is néz ki, mert ez egy teljesen hideg fehér, amit én imádok például. Ezt is szeretem, de hogy nehéz kombinálni minden esetre, de tetszik, és ezzel majd még meg fogom próbálni. De hogyha nagyon meleg van, akkor ezzel nem biztos, hogy felvenném, hanem mindenképpen valamilyen természetes színű len felsőt keresnék hozzá, vagy inget, vagy akár a sajátját is megtekinteném, de emlékszem, hogy azzal is volt valami problémám, pedig az egy ilyen kis cropped ing volt, és volt valami problémám vele, talán az, hogy nem adta ki az alakomat, mindegy, majd ránézek még egyszer arra a videóra, hogy mi volt vele a gáz. Íme az első Amazon fashionös rendelése, és nagyon gyűrött, tudom, de most szedtem ki abból a kis borítékból, tehát, hogy ez mellettem szóljon. És nézzétek meg, gyerekek! Hosszú, fehér ingruát kerestem, és 25 euró volt, azt hiszem. Vonda Lady a márkája, nem találom már meg a linket, nem tudok rámenni. Azt kell, hogy mondjam, hogy érdemes megnézni. Hogyha megnézitek, nem átlátszó egyáltalán, és király. Nyilván ez a kis izé része
Ide mindenképpen tennék egy övet, de hogy tök jó. Pamut keverék, tehát hogy pamut és valami poliészter is van benne, de nagyon kellemes az anyaga. Tehát nem 100% pamut, de meg kell mondjam, hogy én ilyen 25 euró, én azt hittem, hogy ez egy ilyen full gagyi kínai szar lesz, és meglepődtem. És már el is felejtettem magát a rendelést, mert úgy voltam vele, hogy már szerintem 6 hete rendeltem körülbelül, 6 hete, és úgy voltam vele, hogy ez már soha nem fog megjönni. De hát mégis. De most meg is mutatom, hogy milyen mondjuk egy barna, kicsit érdekesebb övvel, amit talán egy kicsit feldobja. És íme a barna övvel maga a ruha, barna mondjuk Hermes oránz szandállal venném fel, és egy Louis Vuitton monogram táskával szerintem. Rohadt jó. Elrejti ezt a kis gumis részt, és különben is vannak ilyen szalagjaim, fehér. Tudjátok, mindjárt megmutatom, hogy mire gondolok. Én néhány ruhámból eltettem például ilyen. Igen, és ez is inganyagú. Nem tudom, hogy színben mennyire passzol. Hát passzol. Ezt is köré lehet kötni, tehát hogy nem muszáj övet beletenni. De hogy mégiscsak így jobban nézzen ki, vagy nekem így jobban tetszik minden esetre. Meg lehet akár B és normális övet is tenni rá, de nagyon-nagyon szeretem ezt az utérkű barna övemet, és viszonylag keveset hordom, és ezzel szerintem totál jól néz ki. Nagyon-nagyon szép. Úgyhogy Wanda Lady, amúgy a több, tehát hogy ez volt az egyetlen olyan dolog, ami ott náluk megtetszett, a többi az elég ilyen gagyinak tűnt, vagy ilyen, nem tudom, de hogy erre egyáltalán nem vagyok mérges, természetesen egy gőzölés ráfér, különben gyönyörű, tehát hogy nagyon-nagyon szép. Lehet egy kis lábat is villantani, hogyha szeretnél. Úgyhogy első Amazon Fashion-ös rendelésem szerintem szerencsém volt, de majd még nézelődök ott is. Igen, és hogyha megtalálnátok, ez az SS méret. Tehát én is gondolkodtam, hogy milyen méretet rendeljek, de az SS-ben rendeltem meg, és tök jól passzol igazából. Tehát, hogy mivel gumis így a dereka, ezért tök jól passzol. Igen. Ez mindenképpen jön velem nyaralni, azt tudom. És megmutatom gyorsan így közelről a címkét is, hogy lássátok, hogy ez milyen, és honnan is van íme. És itt van rajta, hogy miből van, ugye? Nem, nincs rajta. Mindegy. Tehát így néz ki, és el is tüntetem a bizonyítékokat. És most már pont csak úgy néz ki, mintha neki rendeltem volna, ugye, valamit. Még talán ezeket el kell tüntetni, mert ezek ilyen cipős dolgok. És akkor pont csak úgy néz ki, mintha neki rendeltem volna. Többen szoktátok kérdezni, hogy mi alapján vásárolok a páromnak mondjuk ajándékot, mert hogy ti is így szarban vagytok igazából ilyen szempontból, és hogy mi hogy vásárolunk egymásnak ajándékot, meg stb. Stb. És lehet már beszéltem róla, nem vagyok benne biztos, de mi úgy vásárolunk egymásnak ajándékot, hogy van egy ilyen wishlistünk, kívánságlistánk, és akkor nyilván van egy összeg, amit a másikra költünk. És nyilván kettőnk közül a párom az intelligensebb, mivel ő több kisebb ajándékot szeretne kipipálni a kívánságlistáról, én meg egyből elszarom. Például egy Hermes szandál az egészet, mindegy, nagyon örülök neki. És az ő kívánság listáján hát szerepeltek a nyári ruhák, nyaralós ruhák, tehát szeretett volna rövid nadrágot, inget, és ilyen öltöny nadrág férét, vagy ilyen elegánsabb nadrágot például, és ezeket ő már megpróbálta, vagy amikor együtt voltunk, megpróbáltuk, vagy hát igazából bevittem neki néhány dolgot, mert ő nem annyira kísérletezős típus, meg így a lendvászonnal is még úgy van, hogy nem tudja biztosan, de ezekről ő is meg volt győződve, ezeket ő is megvette volna magának, de ő nem ez a nagyon vásárlós típus, tehát hogy ezeket ő kinézte, és ez nem titok, hogy megvettem neki, mert elküldtem neki, hogy mit tervezek megvenni, rendelni, és mindenre rámondta az okét. Aztán, ami még volt az ő listáján, az fürdőnadrág, de úgy voltam vele, hogy amikor voltam múltkor a városban, bementem megnézni, mert úgy voltam vele, hogy jó, most veszek neki, van azt hiszem két fürdőnadrágja. Tudjátok, ilyen, ez a tipikus férfi fürdőnadrág,
ilyen boxeres, nem a túl hosszú, nem a túl rövid. Most én is néztem a Peek & Cloppenburgban, vannak olyan rövid fürdőnadrágok, meg néha látsz a strandon, érted, a zacskója kilóg belőle körülbelül azt oldalt. Meg van a nagyon hosszú. Tehát az a tipikus ilyen szörfös mizé. És valahol a kettő között szeretnék neki valamit venni, és mindenképpen úgy akartam, hogy valami jó, nem tudom, nem merem azt mondani, hogy jó minőségű, csak hogy valami márkásat, tehát hogy vagy Lacoste-ot, vagy Ralph Laurent. És ott voltam a Peek & Cloppenburgban, és úgy voltam el, hogy úristen, 70 euró, meg 60, nem tudom mennyi euró egy fürdőnadrágért, hogy szegény férfiak, értitek? Tehát, hogy az csak egy fürdőnadrág. És hogy valamelyiknek talán egy Ralph Lauren volt, amit nézem, még ilyen, tudjátok, ez a hálós még ki se volt bélelve a belső, hanem csak egy ilyen szar anyag volt, tehát hogy így azt a rohadt. És egy-kettőt néztem, mert vagy olyan, hogy mert ő egyszerűen öltözködik. Tehát, hogy ez a tipikus nem szereti a márkás. Jó van, oké, hogyha van rajta egy kis krokodil, vagy egy Ralph Lauren logó, oké, maradhat, de hogy így a Calvin Klein-ok, és mindenhol Calvin Klein, rá volt írva, tehát ilyen bohóc kinézetű nadrágok voltak, és úgy ott van, hogy nem veszek inkább neki, mert egy az, hogy nem tudom a méretet, ugye ezek általában nem rugalmasak, ő izmos sporttól, nem tudom, hogy mekkora kell úgy a combjára, és inkább próbálja fel, úgyhogy nem vettem neki semmit, hanem ez még az ajándéka lesz, hogy lesz egy napunk a városban, mert általában ilyen szülinapozáskor mindig csinálunk valamit közösen. Egy nap a városban, ebédelni, stb. A napján nem fogjuk tudni megtartani, mert hétfőn lesz neki, és 7:30-ig legalább a munkahelyen vagyok. Úgyhogy kiválasztunk egy napot, elmegyünk a Belvederbe, megnézzük a Viva Venezia kiállítást, amit mutattam nektek a vlog videóban a Bécsiben, hogy érdekelne, és őt is érdekelné, úgyhogy azt összekötnénk a szülinapjával szerintem. Elmegyünk a Canoni-Canonihoz fagyizni, és elmegyünk fürdőnadrágot nézni, tehát hogy fel tudja próbálni, és akkor még azt úgymond megkapja, meg ugye kajálni valamit. Úgyhogy mindig kívánságlistás a történet, amit még szeretett volna, de abban nem ismerem ki magam, úgyhogy vegye meg magának, aztán majd kifizetem, az az Apple Watch-jához egy ilyen barna bőrpánt. Nem tudom, hogy hány milliméterre nyitom én, úgyhogy azt majd ő elintézi magának szerintem. És igen, én szeretem meglepni őt. Szeretem, nem is az, hogy meglepni, hanem neki ajándékokat venni, mert ő nem az a faj, nem olyan, mint én. Mert ő azért engem visszahúz, meg így lehúz a földre, mielőtt így nagyon túlzásba esnék, holott mindig veszek magamnak valamit, de hogy ő meg nem ez a fajta. És amit még vettem neki, ezt majd mindjárt megmutatom, hogy szegény karanténban volt, de ez tökéletes alkalom volt arra, hogy egyedül elmenjek, és vegyek neki egy ilyen, most meg én vagyok karanténban, és ő szabad, hogy vegyek neki egy képeslapot, majd mindjárt megmutatom, nagyon vicces. És remélem nem lesz fel, most home office-ba van, nem lesz túl hangos, mert én is vettem egy ilyen zenélős képeslapot neki. Meglepetéseket így annyira nem szoktunk. Tehát a meglepetések részünkről mindig olyan dolgok, amik, hogy is mondjam, tehát így programok, tudjátok, amivel úgy annyira nem lehet mellélőni, nem kell visszavinni, ha nem tetszik, meg stb. Úgyhogy ez szokott inkább meglepetés lenni, és vagy egy asztalfoglalás egy vacsorára. Nem, mint hogy a takony logna az orromból ki, de amúgy ez csak a száraz bőr itt amúgy. És mit akartam még mondani? Valamit mi akartam mondani? Ja, igen, tehát hogy én is nézegettem, mert hogy így élményt ajándékozni, tudjátok, de iszonyatos ára van. És úgy vagyok vele, meg kérdeztem tőle, hogy mi lenne, amit úgy szívesen kapna egy élmény. Tehát, hogy mi ugye a hostess mérezbe mentünk, amikor anya itt volt, meg ugye kaptam az óriás kerekes jegyet, amit még nem váltottunk be. És tudom, hogy ő nagyon szívesen vezetne, vagy egy Maseratit, vagy valamiféle sportautót, tudjátok, ilyen, milyen neve annak? Versenypályán. És tudom, hogy ő nagyon szívesen vezetne olyan, tényleg olyan odabaszósan egy ilyen sportautót,
De megnéztem az árát, és konkrétan röhögnöm kell egy gyerekek, mert hogy valami 200-300 eurót fizetsz, azért, hogy mész vele, vagy megy vele, vagy megyünk vele, nem tudom, egy kört. Egy kör. És így, és el is kell hozzá menni Salzburgba például, biztos van itt is valahol a közelben Bécsnél, de hát mondtam neki, mondom, szeretnéd, vagy szeretnél egyszer egyet, és mondta, hogy ő nem tudna mit kezdeni azzal, mert hogy ő tudja, hogy mennyibe kerül, és ez egy hülyeség ennyi pénzt arra kitobni. De mégis úgy voltam vele, hogy tudom, hogy azt szeretné, kipróbálná, de végül is aztán nem lett belőle úgymond semmi, mondta, hogy ha megmered, ezt nekem menni. Hogy gondoljatok bele, el kell menni odáig, és kb. Nem tudom, tolja neki, aztán van egy perce belőle, ami úgy nagyon élvezetes. Biztos, hogy nem felejti el soha, de azt mondta, hogy meg nem merjem kockáztatni. Úgyhogy ennyit az élmény ajándékozásról. És remélem most nem hallja, vagy nem jön be éppen. Jó, elég volt, köszönjük szépen. Ja, cuki. Hogy rakok bele szerintem egy papírt, mert ugye ezt így nagyon ilyen inkognitóban nem lehet ám megírni. Ugye nincs sok helyben, nem, majd rakok bele egy ilyen papírt a kedves kis gondolataimmal. Gyönyörű vagyok, tudom. Most voltam magam az 5. nap teszteltetni, és igen, várom majd az eredményt este, hogy holnap esetleg kiszabadulhatok-e már, vagy mi van, vagy jövő héten mehetek-e dolgozni, vagy valami hasonló. És ha valaki megkérdezné, vagy megfogalmazódna benne a kérdés, hogy ezt az emberek mennyire veszik komolyan mondjuk a karantént, meg a mit tudom én, nem tudom, de az a helyzet, hogy ma, mielőtt elindultunk, képzeljétek el, hogy kopogtak az ajtón, pontosabban csengettek, és kopogtak az ajtón, és nem is tudom, hogy hol voltam, konyhában vagy, nem tudom, és a párom nyitott ajtót, mondta, hogy már megint mit rendeltél, már megint mit hoztak, és képzeljétek, hogy két rendőr állt az ajtóban, és mondták, hogy Zita, hol én itt szeretnék kontrollálni, hogy itthon van-e. Az 5. napomon, tehát, hogy igazából mondhattam volna azt is, vagy mondhatta volna a párom azt is, hogy elment magát tesztelni. Még jó, hogy nem mentünk olyan korán, mert nyilván itt büntetnek azért, hogyha nem vagy otthon. Biztos gondolom, hogyha tesztelteted magad, akkor valószínű ezt tudod igazolni, hogy te ott voltál, de hát akkor is. Úgyhogy engem ellenőriztek, gyerekek, és a páromat nem ellenőrizték anno, vagy hát múlt héten. Engem viszont, igen, nagyon kedvesek voltak, mondjuk úgy kopogtak az ajtón, hogy tudtam, hogy nem egy DPD futár, tehát hogy hallottam, a konyhába voltam. Na, úristen! És akkor még fel is hívtak telefonon, vagy láttam a telefonomon, hogy kerestek, vagy keresett egy osztrák szám. Visszahívtam, és akkor végül is ugye a rendőrök voltak, és mondták, hogy nem, semmi, mert hogy ugye a párom nyitott ajtót, és nem akartak úgymond, vagy nem mondták, hogy nekem oda kell menni. Kérdezték, hogy itthon vagyok-e. Tehát mondta párom, hogy igen, igen, itthon van, és minden oké. És igazából mondták is, hogy jó, akkor ennyi volt, köszönjük, és akkor felhívtam azért őket utána, vagy hát láttam, hogy kerestek, és mondták, hogy már beszéltünk a párjával, és hogy minden oké, minden el van rendezve, de hogy mégiscsak kontrolláltok, gyerekek, tehát hogy meg is lepődtem rá, lehet azért, mert magyar vagyok. Gondolták, hogy hol van, de úgyse veszik komolyan a szabályokat, nem tudom. De szerintem azért ilyen szúrópróbaszerűen jönnek, vagy mit tudom én. És most állunk itt, vagy beparkoltunk ide az XXX Lucba, ahova nem mehetek be nyilván, mert én csak tesztelni mehetek, és ennyi. Te vigyázz az autóra, öreg anyám, mert nem mindjárt belénk jön. Mindegy. Tehát, hogy ugye nyilván én nem mehetek a teszten kívül sehova, de beküldtem a páromat, ugyanis megláttam online tök akciósan a Lucnál a kedvenc poharaimat, amik a Nachtmann kristály poharak, majd megmutatom őket, méghozzá egy 18-as szett, nagy pohár, ilyen viszkis, meg egy ilyen közepes, és imádom ezeket a poharakat, imádom, szerintem nagyon szépek, nagyon minőségiek, és normál esetben azt hiszem, hogy itt ez a 18-as szett olyan 100 euró körül van, és most 33-ra van leakciózva, úgyhogy mondtam, hogy engem nem érdekelt, most ide bejövünk és megveszed,
Különben nem is tudom, talán itt van egyedül ennél a nem tudom hányadik kerületben vagyunk, harmadik kerület? A gazométer mellett, nem. Az Arzenál mellett van, tehát a Hauptbahnhof környékén, és itt volt egyedül ez a pohárszett, és már hozzá is látom, de jó, jó, majd mindjárt megmutatom. Szóval itt vagyok, és elnézést a zajokért, beindítottam a mosogatógépet, de így néznek ki a poharak. Így, és most kifogom csomagolni. Már elkezdtem. Én nyilván ezek szerintem, vagy hát nem tudom, gondolom többen veszik alkoholos poharaknak, mi nem, vagy én nem szoktam. Nekem egyszerűen csak nagyon-nagyon tetszik. Egyet, ez a nagy, ez a nagyobbik. Íme. Ó, de szép. És mindegyikből ugye 6 darab van. Nagyon-nagyon tetszik. Amúgy volt nekem 4 darabot vettem egyszer a kisebbből, vagy hát a közepesből, és egy már, nem tudom, eltörött, vagy lepattogzott ugye róla, és 3 van még megjelenleg, de imádom azt a 3-at, mindig abból iszok. Aztán ez a kicsi, ez a legkisebb. És ez az, ami nekem van itthon, ez pedig a közepes. Gyönyörű. Nagyon szép. Úgy örülök neki, hogy megszereztük ilyen jó áron. 33 euró volt az egész szett. Úgyhogy nagyon-nagyon örülök neki. És a mai nap sem telhet el csomagbontogatás nélkül. Ez a nő beteg, gondoljátok ti. Valószínű. De ezt a csomagot nem is tudom, mikor már múlt héten rendeltem, és a Douglas-t pedig 3 napja, ugyanis majd mindjárt megmutatom, hogy miért. Tehát mindig néztem ezt az oldalt, ezt a My Origins oldalt, mert mindig ezen az oldalon a legolcsóbbak a dolgok. Mindig ilyen iszonyatosan jó árakon árulják a dolgokat, de mindig úgy voltam el, hogy hát lehet, hogy kamu, meg mi van, hogyha kifizetem és nem küldik el, aztán végül is... Azért rendeltem most tőlük, mert ők voltak az egyediek, akiknél elérhető volt a Diornak a szemöldök zseléje. És már nagyon-nagyon kellett. És utána néztem így Trustpilot-on is, és minden vélemény tök jó volt róla. Mondták, hogy kicsit tovább tart a kézbesítés, mert hogy francia, de... De tök aranyosak. Tehát, hogy van osztrák oldala lényegében, vagy hát szállít Ausztriába, lehet Magyarországra is, azt nem tudom. És akkor... Merci. Méghozzá... Ez? Azt, hát kaptam egy ilyen kis szütyőt. Tök jó. Nem tudom, ez minek van, de jól fog jönni nyaralásra biztos. És kipályázom, hogy van itt, mint a minta is lenne benne. Tehát, először is megrendeltem a Diornak a szemöldök ceruzáját, mert gondoltam, hogy kipróbálnám, és tök jó áram volt. Majd megpróbálom kiírni a képernyőre, mennyit fizettem értük, de minden oldalt, mindenféle kedvezménnyel vert ez az oldal, és nem is volt rá kedvezmény igazából, tehát hogy eredeti árokon voltak. Íme a kedvencem, tehát hogy egyelőre úgy néz ki, hogy jól néz ki, nem mondanám azt, hogy kamunak tűnik, mert mindjárt kibontom. Jaj, de jó, hogy itt van. Igen, nem észlelem rajta, hogy gagyib lenne. Mindegy. Ezt is kibontom. Egy kézzel tökéletes. Ezt is a blond árnyalatban rendeltem. Hát, kajakra nem tudom kibontani. Mindegy, hagyjuk. Menjünk tovább. Aha. És akkor itt van a... Mint mondtam, annyira megszerettem ezt a Dioredic trúst, hogy rendeltem belőle még egyet, méghozzá egy ilyen erős színt, ezt a 877-es Blooming Pinket, mert amiket néztem azokból, mind van hasonló ilyen Chanel-em, és valami más árnyalatot szerettem volna.
Amúgy elfelejtettem mondani, hogy ezek amúgy után tölthetőek, tehát lényegében ezt veszed meg utána hozzá, hogyha elfogyott, és akkor ebbe a tokba. Tehát a tokot nem kell majd újra megvenni. Ezt nézzétek. Jó, kikentem a kezemre, és ő nagyon pigmentált, tehát ő azért másabb, mint a másik. A másik, a bézs oblik, az ilyen sír. Tehát, hogy az nem ennyire pigmentál, de ez egy vonás, és szerintem szép. Majd meglátjuk, majd megpróbálom. Jó, és akkor itt kaptam La Vie Belle Vie, nem hallottam róla. Ezt mindig ezeket adják, mindig ezt adják mindenhova. Ja, de azért aranyosak, hogy adtak, meg tökre tetszik ez a szütyő hozzá. És akkor amit még kibontok gyorsan, az a ceruza. De nyilván ezeket majd mind élesbe szeretném kipróbálni, de megtetszett maga a ceruzája. És van egy ilyen kis kefe a végén. És szerintem ilyen sima faragós. Igen. Azt hiszem, nem akarok hülyeséget mondani, mert kínom a képernyőn, ami 17 eurót fizettem érte. Tehát, hogy így azt mondanám, hogy ilyen tök jó áron volt. Akarom bele vágni. Jó. Kamerán keresztül így egész fura ezt csinálni. Tehát ez volt akkor a My Origins-es rendelés, amiről azt tudom mondani, hogy egyelőre a dolgok nem tűnnek kamunak. Kicsit hosszabb volt ugye a szállítási idő, mint mondjuk egy osztrák Mariano, vagy Douglas-tól, vagy Flaconi-tól, de hát az ár az verhetetlen, tehát igazán megéri szerintem tőlük rendelni, mert tényleg nagyon, nagyon jó áron kaparintottam meg a dolgokat, és akkor menjünk tovább, mert aztán egyik este csináltam egy random Douglas-os rendelést, mert megláttam, hogy készletem van az osztrák Douglasnál a revoxos fényvédő, és megrendeltem, gyerekek, hármat még hozzá, hármat is rendeltem belőle, mert beszeretnék tárazni, mert nagyon-nagyon bejött nekem igazából, és nem akarok hülyeséget mondani, de az volt az érzésem, hogy itt Ausztriában ez olcsóbb, mint Magyarországon. Most javítsatok ki, ha nem. De 5,99 € fizettem mindenféle kedvezmény nélkül, azt hiszem, egyért. Tehát, hogy jó lehet, ha átszámolom most a szarforinttal, akkor úgy jön ki, de megláttam és nagyon-nagyon megörültem. Aztán, amik még nagyon-nagyon megtetszettek az előző ilyen notizmus rendelésemből, és párat, és szerintem az összeset el is használtam most így a betegség közben is, mert tök jól esett, azok a Misának a maszkjai, a fátyol maszkjai, amik igazából számomra, hogy is mondjam, nem mondanám azt, hogy olyan kimondottan valami látványos eredményt érek el velük, de nagyon kellemesek. Főleg nyáron. Én nyáron szeretem ezeket, mert ugye akkor hűsítenek is, télen úgy fázik az arcom tőlük általában. De megrendeltem most egy ilyen mézeset, és ezeket csak azért rendeltem meg, hogy ingyenes legyen a postaköltség, mert amúgy is akartam ilyeneket venni, és ezeket csak ilyen sallangnak raktam bele. Rendeltem egy ilyen rizseset, rendeltem egy uborkásat, ami tök jól bejött, amikor használtam, tehát ez nagyon tetszett. Aztán rendeltem egy ilyen gránátalmásat, és ennyi. Igen, mert különben nincs nekik mindegyik raktáron, tehát például akartam rendelni az aloe verásat, mert az is tetszett, de egy csomó fajta nincs nekik raktáron, vagy hát szerintem elhordják őket, és nem olyan rossz az áruk, tehát hogy 1 euró valamennyibe kerülnek, tehát olyan 2 euró körül vannak, és nyilván most meg valamelyiket szerintem felteszem. Hát jónak küldték ezt, köszönjük szépen. És tánke. Nem tudom, Douglas-os minket már próbáltatok, vagy valamit a Douglas-tól? Mert még soha. Amúgy nagyon örülök nekik tényleg, mert azóta többen írtatok, hogy szenvedtek, hogy nem találjátok meg őket.
Szerintem majd megkérdezem anyát, mennyi van neki még az övéből, vagy talált-e óváron aztán fényvédőt. Ha nem, akkor egyet mindenképpen oda passzolok neki. Igen, de örültem neki. És mint mondtam, most lehet kapni már a Douglasnál is Revoxot, meg az online oldalon is. Nem olyan sokféle van, de hogy ő elérhető, hál' Istennek. 31. 31. Megjött az eredményem, és 30-tól jó, és 31 a CT értékem, úgyhogy szabadság, kimehetek, szuper, még a karanténnak. De ugye ettől függetlenül az eredmény az pozitív, tehát hogy pirosan villog a teszt, de hogy nem kell karanténba mennem, és mehetek dolgozni. De ettől függetlenül viselem a maszkot, nem puszilok meg mindenkit, nem ölelgetek mindenkit, tehát vigyázok. Most ez az érték nyilván ez azt jelenti, hogy a valószínűsége annak, hogy én fertőzök, az így nagyon kevés. De örülök neki, de azért vigyázok. Tehát, hogy csak annyi, hogy mehetek ki, végre szabad vagyok.